fiatalok szívesen segítenek abban, hogy még mellettem. Köszönöm Tóth Ferenc közelét, és már egészen közel van hozzánk. És ha látjátok, akkor éppen egy bukfencet csinált, ha jól tudom. Itt most lettünk, és egészen az a szép szalmi van ennek végétnek, amikor a ember elszaladt az emberben. Hihetetlenül gyors ez a gép egyébként, az és fordult be a kifutó végére, és most jön szembe velünk el a nevezzük célegyenesnek irányába. És azt hiszem, hogy nem is szállt. Tóth Ferenccel későbbiek folyamán még tudunk találkozni, illetve beszélgetni. Milyen kószakra képes egy ilyen repülő, egészen páratlan. Ha benne jönne, az lehet, hogy azt mondja. Köszönöm szépen!
következő verseny felé közelít ez a bizonyos dínó, és a dínó show része. Úgy látom közben, hogy a forráskod is elkezdődik, és közben megérkezett a Cessna 150F, itt áthúzott a reptér felett, Móczán Jánoson itt a főképben, és ha minden igaz, akkor visszafoglal, és még egyszer, és most ráfordult a kikutóra ismét a Cessna gépünk, itt jön most. Jövőjének talán legidősebb tagja a Szabad Eszmondó Kriss Sándor. Aki fantasztikus volt. Arra kérlek, hogy egy rövid mondatban foglald össze, hogy tulajdonképpen ugye azt mondtuk, hogy két gép egy picit lassabb, két gép a motor, hogy elütöttek meg a horizont. Így van ez valóban? Ez teljesen így van. Nem köteléket nekünk, hanem egymás mellett próbáltunk meg. Mivel a közelünk felülés, rádió kapcsolatos is. Itt gurul. Hosszál le, jó. Szépen finom a levette a gépet, Móczán János. Ja, igen. Ami érdekesség, hogy most felmontatják, de 1200 méter magasra viszik fel, és ott kezdődik ez az igazi show. Tehát a tényleges bemutató, az annak ez a legkevésbé látványos része, amikor a nagyon szépen jön a rúlik, ami nagyon precízen irányítható, ezt láttátok az elén. A sportolók egyébként a klasszikus versenyben egy elvonós kijelzőn vannak, ahol a közöbben kétszert és ezt a cipőbe eltalálni. Azt jelent az ideális. Hogy érezted magad, vagy mi volt ez egy rutin? Ugrás volt? De gyorsan! Nagyon szépen most ebben a két másodperccel ezelőtt oldott le, még nagyon picit.
elindult a zene. Mint hogyha zsinóron húznák őket annyira egyszerre mozdulnak.
amit érdemes tudni ezekről a gépekről, hogy összesen 7 gép tartozik a Semper kötelékébe. A Semper és Darwin-Tinger páros láthatjátok, akik a műrepülő bemutatóra készülnek, de ez nem zavarja a kettes köteléket, hogy elrepüljenek. Hát szinte teljesen fölött. Láthatom a
a pilóta minden negyed fordulatát pillanatban egy másodpercre megállítja a gépet. A fordulnak is, ez egy ilyen nehezített, ilyen dupla feladat, hogy pörög a gép köznyelven szólva, és közben egy ívet is rajzol. És hogy észrevettétek, egyre lejjebb kerülnek, de egyre látványosan kezdek a fordulót, és hátul van a gép. Ez egy háton áthúzás, amit most látok, és képzeljétek bele a pilóta fülkéről magatokat, hogy mit érezhetnek azok, akik ott ülnek. Nagyon rövid fordulókörökkel hirtelen irányváltásokba dolgoznak. Azt hittem megyek ülnek a felső lesz, de nyilván nem. De most még lesz egy forduló, ha jól látom, és akkor utána kihozzák a gépbe, amit még lehet. Igen, ha jól látom, most fordulnak be a célegyenesbe, és ha mindegyik az a... És ennyi volt, köszönjük. Köszönjük szépen. Felszállni, ez volt a Smelák típusú mezőgazdasági repülőgép, a hivatalos kódja. Molnár Géza ül a pilótafülkében, ő az alföldi repülőgép szakmai vezetője, és azt mondhatja neki, hogy mit lehet kihúzni egy motoros gépből, ez egy mezőgazdasági gép. Szóval a Smelákot láthatjátok a repülővel Molnár Géza irányításával. Egészen fantasztikus, hogy mit. Egyébként egy cseh tervezésű és gyártású repülőgépről van szó, hogy Smelák esetében. Akkor meg a mondani, hogy a világjárványból lakom el.
sérti a személyiség jogait. Igen, a két szélső. Szimmetrikusan láthatok. Jakub Balázs meg húztak? Igen, ő neki lent volt. Ő neki az arca van rajta, nem a gép. Nem tudom, az mivel jobb. Ez a mini hajtó.
Előttünk motor nélkül. Az akkor ezt gyakorlatilag elengedi, mert leszállásot már nem kell? Ja, gondolom. Így van, a víznek az az értelme, hogy a felszám légáramlatok között, a tervezők között nagyobb sebességgel kisíteni a repülőgép utánulóba a tömege. Ezért, amíg az időjárás megengedi és erős termékek vannak napközben, addig a pilóták televízzel repülnek, nap végén, amikor már gyengülnek a termékek, vagy le kell szállni. Yeah.
már az előszörnyre készüljük. Ugye a napfelemesetek, hogy fölveszel, hogy ha leszállt utána... Jaj! Igen, tetszik a fokkal, hogy fázik, így a befosztó. Mennyi
nem van, hogy mondja valami. Igen, nem rendben. Ásfalvi Pált láttátok, hallottátok a levegőből.